Új épületszárnyal bővült az Egri Főegyház megyei Caritas Rév szenvedélybeteg segítő szolgálatának központja, mely 17 éve végzi tevékenységét a Hevesi megyeszékhelyen. Az ünnepélyes megnyitóra május 8-án az ország minden részéről érkeztek Caritas munkatársak, valamint a Rév szakemberei. Köszöntőjében Habis László polgármester a szolgálat jelentőségét hangsúlyozta. Meggyőződésem, hogy az addiktológusok, az ápolók, a pszichiáterek és más szakemberek segítsége nélkülözhetetlen. De az orvostudomány, a szakma mellett szükség van a keresztény emberek odafordulására, az áldozatkészségre. A kolozsvári úti épület közel 100 millió forintos pályázat segítségével bővült. A pályázat lehetőséget biztosított az épület teljes körű berendezéséhez is. Ezzel a fejlesztéssel a Rév nappali ellátásának lehetőségei kibővülnek, az intézményhez segítségért forduló szenvedélybetegek és hozzátartozók esélyei megnőnek a változásra. Mind több képzésnek, tanácskozásnak, kerekasztalbeszélgetésnek kívánunk kezdeményezői és befogadói lenni. A Rév munkatársai az elmúlt 17 évben több ezer embernek segítettek a függőségből való szabadulásban, a hozzátartozóknak pedig abban, hogy képessé váljanak támogatni a szenvedélybeteget a felépülés útján. A szociális szféra ugye az nem a meggazdagodásnak az útja, hanem a szeretetnek az útja. És hálát adok a Jóistennek, hogy küld olyan idézőjelbe tett bolond embereket, akiknek úgy mondják, hogy az a hivatásuk, hogy én azt szeretném, hogy ebbe a mocsárba süllyedt embereket próbáljam kifelé húzgálni. Akkor is, ha utána megint visszamegy, megint besüllyed. Dr. Ternyák Csaba egri érsek örömét és köszönetét fejezte ki a Caritas és a Rév munkatársainak, hogy ellátják a társadalom perifériáján lévők szolgálatát. 16. Benedek pápa mondta egyszer, hogy a gonoszság és a jóságnak a határa, a határvonala, az nem rajtunk kívül van. Legtöbbször magunkat jónak gondoljuk, és másokat rossznak. Valójában ez a határvonal a szívünk mélyén húzódik, mindannyiunknak a szíve mélyén. És hogyha felismerjük a látszólag rossz emberekben a bennük ott élő jóságot, és ahogy ezt teszik a Révben a munkatársaink, akkor ehhez segítenek hozzá, hogy ezek az emberek felismerjék önmagukban a legnemesebbet, a legszebbet, a legjobbat. A Rév munkatársai rendszeresen tartanak foglalkozást a Büntetés Végrehajtási Intézet fogvatartottjainak. A parti szerviz szolgálattal a szórakozó helyeken segítenek az alkohol vagy kábítószer hatása alá kerülő fiataloknak, a kortárs segítők bevonásával pedig a középiskolákban is folyamatosan jelen vannak. Az új épületszárny megáldásával lehetőség nyílik a Rév nappali ellátásának bővítésére, hatékonyabb kliensellátásra, új csoportok, közösségi programok elindítására.